mai beszélgetés sorozatunk utolsó epizódjára kerül itt sor. Nagy Gabriella Üvegház című kötetét fogunk beszélgetni a szerzővel, akit nagy forró szeretettel üdvözlök, mert úgysem tudom elleplezni, hogy az egyik legrégebbi barátom és a legrégebbi kollégám. Úgyhogy most egy kis részletet, vagy egy novellát fogunk meghallgatni, és akkor utána beszélgetünk a könyvről. Kutyám. Nyalogatja a kezemet a kutyám. Ezt álmodom. Álmomban alszom, a régi darócot az arcomba húztam, csak a kezem lóg le a heverőről, érzem húsos, érdes nyelvét. Majd, hogy hatalmas erővel rángat, húz valahová. Nem le a padlóra, sokkal félelmetesebb az ereje, és tömör, sötét az a hely. Fogam kocogtatva küzdök, megfeszítem a testem, fel akarok ébredni, szabadulni a szorításból, nem megy. Éber vagyok, de mindenem halott. Adom a parancsot a karomnak, mozduljon meg, a szememnek nyíljon ki. Álmomban kinyílik. Látom a falvédő rostjait. Sosem fogok visszajönni. Hosszú percekbe telik, mire éber agyam felébreszti a halott testet. Nagyapám kutyáját nem láttam meghalni. Elköltöztünk akkor már rég. Megállt a kert közepében, nézett merőn az utca felé, aztán összeesett. Így mesélték. Nagyjából egy időben születtünk. A legjobb barátom volt. Félelmetes elgondolnom, hogy ezek a lények, virágok és állatok miként válnak egyé velünk. Követnek, tükröznek és meghalnak helyettünk. Apám halála előtt egy évvel sorra dobtam ki a száradt kórokat magam mellől, gyűltek az üres cserepek, ő viszont, mintha átadta volna erejét a virágoknak. Sosem nőtt olyan pompázatos bujakert a budai panelban, mint akkor. Engem megmentettek, ötben ölték. A kutyám az apám kutyája volt. Rokonoktól kapta, anyám halála után, hogy ne érezze azt a fertelmes nagy csendet maga körül. Tanyáról érkezett 8 hónaposan, és azonnal belebetegedett a környezetváltozásba. Első éjjel leföl szimatolt a lakásba, nem találta a helyét, végül ott nyugodott meg a nejlon szatyron, amiben a cuccait hozták. Aztán megszeretett minket. Boldog kutya lett. Okos volt, érzékeny idegrendszer, hozzánk tartozott. Megrendítő kiszolgáltatottság, ahogy alávetette magát a szeretetünknek. Ha sírtam, nézett csodálkozva, érezte, amit én, odadörgölte bozontos fejét a lábamhoz, elviselt, ha hülye voltam, részeg vagy ideges, ha nem törődtem vele, vagy megadtam magam oktalan szomorúságaimnak. Túléltünk mindent. Például, mikor elütötte egy autó. Infarktusba veszett anyám halála után apámat egy vidéki mindenszentekről hazaérkezve szívatakkal kórházba vitték. Élet és halál között feküdt az intenzíven. Én kissé kábán vezettem kutyámat a napi sétán, nem jó döntést hoztam abban az 1000 másodpercben, amikor dönteni kell arról, milyen vezényszót kiálts. Látom ma is az egész jelenetet. Felmérem, átérünk-e az autó előtt, lassított képkockák, mondom, mehetsz, kutya elindul, kocsi jön, csikorogva fékez, és a kutyám lepattan a kerékgumiról. A nő kiszáll, ordít, hogy lehetek ekkora barom, hogy? Nem tudom. Nem tudom, hogy épp meghal-e az apám. Nem halt meg. Továbbra is sétáltatta a kutyát póráz nélkül a forgalmas úton, megbíztak egymásban, míg én lúdbőröztem a rettegéstől. Nem lett baj. De történt más. Rossz volt a házban a lift, nem nyílt az ajtaja. Apám találékony ember lévén kis fémszerszámmal kipiszkálta, nem akar gyalog járni. Jöttek haza sétából én, a lift ajtó megint csak berakott, apám rutinos mozdulattal kipöckölte, a kutya pedig már ugrott is. Csak hogy nem volt lift. A kutyám nagyot nyikkant, beesett a liftaknába. Erre értem oda. Apám és egy szomszéd riadtan állt a nyitott liftajtó előtt, tehetetlenül meredtek a 2 méteres sötétbe, aminek mélyén ott reszketett a kutyám. Mondták, hoznak létrát, menjek le érte. Nem állítják le a liftet, nem lesz gond, senki nem akar liftezni délután 5 óra körül. Nem.
Lemásztam, féltem, felhoztam. És mérhetetlenül haragudtam apámra. Sosem tudtam megbocsájtani neki. És nem csak azt, hogy azt gondoltam, akkor keletkezett a vérömleny a kutyám agyába, amitől kis idő múlva állandóan pisilnie kellett. 2 óránként kellett levinni. Nem tudtam aludni, át sem öltöztem, nem ágyaztam meg, készelékben rettegtem nappalokon és éjszakákon át. Valahol ott, igen, ott kezdődött az igazi baj. 2 év alatt a kutyám teste eltorzult, nem csak bepisilt, de mindent eleresztett a lakásban, alig mozgott, a tekintete üveges lett a fájdalomtól, kézben kellett cipelni, nem evett. Rendes kutya volt, utálta magát ezért. A végén már megfogni sem lehetett, a legpuhább érintés is iszonytató szenvedés lett neki. De én nem tudtam feladni, nem dönthettem az élete fölött. Apám viszont rá sem nézett, ült maga elé meredve a szobájába, és azt morogta, nem szenvedhet ennyit. Nem értettem, bármikor történhet csoda, és mostam, csak mostam a foltokat. Majd egy álmatlan éjszaka után hideg lett, és én nem éreztem semmit. Délelőtt kellett mennünk. Vittem taxival, törölközőbe csavarva, hogy ne harapja szét a karom. A rendelő előtt még letettem a fűbe kicsit. Állt inogva, erőtlenül, és egy irányba nézett. Abba az irányba, ahol feltűnt a kutyatemetkezési vállalkozó, kezében nejlonzacskóval és műanyagtepsivel. Okos kutya volt. Bent a vizsgálóasztalon átöleltem a testét, amit annyira ismertem, mintha az én testem volna, kapálódzott, lefogtam, beszéltem hozzá. Az injekció szinte észrevétlen hatott. Még forró volt, mikor már nem élt. Van egy pillanat, az utolsó szusz, amikor egyszer csak valami elszáll. Hatalmas rejtély az élet, de még hatalmasabb a szusz. Köszönjük szépen! Gabikám, egyrészt, hogy nagy nyilvánosság előtt is hagy örüljek és tapsoljak a könyvednek, és hagy dicsérjem a Palatinus kiadót, aki ebben a formában hozta ki ezt a regényes novella füzért, mondjuk így, ha nincs ellenedre. És hát nem vagy egy kapkodós szerző, az jutott eszembe, mert ugye az előző könyved az mikor is jelent meg? 10 éve. 2003-ban. Így van. Na most anélkül, hogy ezzel hosszasan feltartanánk az olvasókat, mert a mai izgalom a megjelent könyv, és nem a nem megjelent könyvek, de az alatt történtek egyéb kísérletek, amelyeket úgy ítéltél meg, hogy elakadtál, kudarcos, stb. Vagy pedig vártál, mint vadász Méla Lesben arra a pillanatra, hogy ez eldördüljön ez a könyv. Hát én írtam folyamatosan, tehát az asztalfiókban több kötetre való anyag van, de mindegyik, tehát verseket is, novellákat is írtam bőven, de nem ítéltem úgy, vagy nem éreztem azt, hogy azoknak kötetben meg kell jelenniük. Ez egy érzés volt, jól tettem, én úgy érzem. Azt, ha a 10 évvel ezelőtti Idegen című könyvedet és a mostanit nézem, hát nagyon-nagyon jelentős eltérések vannak. Odáig nem merészkedek, hogy mintha nem ugyanaz valaki írta volna, mert nyelvileg az is kézben volt tartva, de a perspektíva, a hanglejtés, a millió, tehát minden olyan fokon egy nagyon erősen megélt, átélt személyesség és megformált személyesség hangját nyerte el, ami az előző könyvedre igazán nem volt jellemző. Ott csomó eltávolítás volt, csomó, ha úgy odáig is elmegyek, hogy elidegenítő effektek is voltak benne, amelyek a könyvet sokkal nehezebben tették otthonossá vagy lakhatóvá. Ez a könyv egészen mást mutat. Mi az, ami megközelíthető-e valamiképpen, ami lejátszódott benned? Olyan értelemben is gondolom ezt, hogy noha már pár 10 évvel ezelőtt mindig bejelentik, hogy a szerző halott, de hát a szerző hál' Istennek nem halott, tehát azt gondolom, hogy belül is kell valaminek történni ahhoz, hogy egy ilyen könyv létrejöjjön. Hát valóban így van. Azt gondolom, hogy minden ember, aki ír, vagy
könyveket hoz létre, köteteket, az... Tehát az író ember az a saját életéből, a saját tapasztalataiból, a zsigereiből, a tudásából, az akkori tudásából és élményeiből, amik akkor gyűlnek össze benne, amikor éppen majd aztán papírra veti. Tehát, hogy abból dolgozik, és nyilván, hogy is mondjam, csak változott az élet, meg változtam. Én is változott az, ahogyan ránézek a világra. El kell jutni szerintem oda, hogy az ember egy rejtekező énből, és ez most ne kössük össze a személyes énemmel, bár össze lehet nyilván, tehát egy rejtekező énből eljusson valamiféle szembenézésig, vagy addig a pontig, amikor nincs szüksége azokra az erős díszletekre, vagy azokra a falakra, olyan maszkokra és jelmezekre, mint az előző könyvemben volt. Tehát, hogy abban is azt gondolom, hogy az a könyv is olyan volt, aminek számomra nagy tétje volt, tehát ugyanolyan nagy tétje volt, mint hogy is mondjam, talán ennek, de nem engedtem látszódni. És talán az is hozzátartozik, hogy ott lehet egy fordulat az ilyenfajta alanyi megszólalások lehetőségére nézve, hogy amikortól kezdve az éned, tehát ez a megélt világ, ami elkerülhetetlen a tiéd, de az valamiféleképpen nyersanyaggá válik, tehát hogy nem az a közvetlen alanyi megszólalás követel hangot, hanem ilyen értelemben az eltávolítás vagy a perspektívának a lehetősége létrejön. Hát mivel ez egy olyan könyv, amelyben nem vidám történetek vannak, hanem többnyire tragédiák, tehát szomorú történetek. Igen, el kell tenni X évnek. Ez érdekes volt mondjuk az én életemben, mert ugye az én édesanyám, aki ennek a könyvnek az egyik szereplője, ő 93-ban halt meg, és én utána írtam egy hosszú novellát róla, és nem tudtam megcsinálni, tehát nem szólalt meg egy hang, nem jutott el sehová, nem is jelent meg az a szöveg sehol sem. És utána versekben próbálkoztam, aztán az is a Palatinusznál jelent meg, de az is játékos formában próbálta azt az érzést megragadni. És azt gondolom, hogy hát most már ment erről írni, tehát volt elég távolság. A verses kötetedet említetted, és ezt azt gondolom, hogy most érdemes játékba hozni, és magam is megtettem volna, mert hogyha valaki végignézi a tartalomjegyzéket, hogy mondjam, bizonyos értelemben nekem van egy ilyen lirai világa a tartalomjegyzéknek, tehát ezek a nagyon egy szavak vannak, boldogság, mozi, suli, törik, panel, könyvek, apa, dereka, világ, nyaralás, szilveszter, bonyolult, félni, tej, és még sorolhatnám, hogyha azt a játékot el lehetne játszani, hogy valaki úgy veszi a kezébe a könyvet, vagy úgy adom oda neki, vagy nekem valaki úgy adta volna, hogy csak ezt látom, akkor ebből bizony arra is következtethettem volna, hogy egy verseskötetről van szó. Mindezzel csak oda akarok kiukadni, hogy a szövegeknek úgy, amellett, hogy ez egy prózai kötet, amellett mégiscsak van egy nagyon erős, mondjuk így, hogy lírai sűrűségük. Tehát azt gondolom, hogy ebben a könyvben a két előző könyved, talán kicsit bongyolán, meg messziről fogalmazom, meg alul is talán kicsit, de valahol vannak olyan találkozási pontok, amelyeket onnan is, meg innen is meglátok, és itt pedig valamilyen optimumban, tehát egy ideális konstellációban látom őket. Úgyhogy nem tudom, hogy közben, amikor írtad el a szövegeket, akkor hogy mondjam, a lírai figyelmed is ugyanúgy próbára lett téve, ha egyáltalán ezt el lehet különíteni, mint a prózai, vagy ez a kétfajta figyelem egyáltalán erről, te saját magadban mit tudsz? Hát a szövegeimmel kapcsolatban többféle tapasztalatom van, vagy a könyvírása során is többféle tapasztalatom lett, majd egy olyan is van, amit még nem érintettél, de szívesen elmesélném, mert nagyon érdekesnek gondolom. Hát egyrészt
Nyilván az ember gondolkodásával is összefügg a, nyilván, hát ugye az evidencia az, hogy milyen nyelven szólalsz meg, vagy hogy milyen történetet milyen nyelven mesélsz el, és nyilván megérett egy csomó minden, én már nem nagyon szeretek félrebeszélni. Ott helyük volt azoknak a girlandos, hosszú körmondatoknak, annak a sok, hogy is mondjam, nem használt, a hétköznapi életben nem használt szónak, annak az egész díszletnek. Itt ennek nincs helye. Tehát itt, hogyha valamit hitelesen szeretnél elmesélni, akkor nagyon pontosan és a lehető legegyszerűbben kell fogalmazni. Azt gondoltam. Tehát, hogy egyszerűen a téma teszi azt, hogy nem tehetek mást, nem tudok másképp beszélni. De amit még el akartam mesélni, ami nekem egy nagyon nagy tanulság, hogy ugye ez úgy kezdődött, hogy hát szinte mondhatnám, hogy véletlenszerűen kezdődött, mert volt egy olyan nyár, amikor mi Litera szerkesztők, mert ezt elárulhatjuk a tisztelt publikumnak, hogy mi a Litera szerkesztői is vagyunk, naplót írtunk egy nyáron, és az véletlenségből pont arra hétre esett, amikor az én anyukámnak a születésnapja van, amely az én apukám névnapja is. És valahogy ez adta azt, hogy én elkezdtem erről írni. Utána véletlenszerűen szintén kaptam az Élet és Irodalomba egy felkérést, lett egy tárcasorozat. És utána már azt gondoltam, hogy akkor menjünk végig, tehát csináljam végig mindenhol, ahová felkértek, mindenhová ezt írtam. Vagyis sok helyre, és aránylag, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ez körülbelül 2009-10-től volt, és mondjuk 2013 elejéig, akkor az 3-4 év. És azt vettem észre, ami nekem egy nagyon nagy kaland, és izgat is nagyon. Tehát, hogy mi az emlékezet, tehát, hogy hogyan tudunk megőrizni emlékképeket. És az a tanulságom, amit mondanak egyébként tudósok is, hogy az első rögzítés az emlék. Az az izgalmas ebben az egészben, hogy vissza tudsz-e menni az első rögzítés előtti pillanatig. Tehát, hogy az marad meg benned, amit elmesélsz, vagy leírsz élményként, és azt viszed tovább emlékként ez a tapasztalatom. És ez ebben a könyvben, amikor összeraktam, tehát amikor ebből a könyv lett, és egymás mellé kerültek azok a kis történetek, amelyek más helyen jelentek meg, arra vettem észre, hogy te érdek az ismétlődés. Tehát sokszor mesélem el ugyanazt, és képzeld el, Lajos, hogy voltak olyan helyek, és igen sok, ahol a szavak szintjén, mondat szinten ugyanúgy mondtam el, tehát ugyanazt meséltem el, és ez nekem egy nagyon nagy belátás, vagy nagyon izgalmas dolog volt, és akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek az a tétje, hogy valahogy megpróbált fölbontani azt a rögzített állapotot, és visszamenni magába a történetbe, ahová nem is tudsz, tehát ez egyébként egy lehetetlen vállalkozás. Azért is lényeges, amit elmondtál, mert ezt meg úgy lehet tovább fűzni egy kicsit, és ezzel a könyvet azt hiszem, hogy érdemes lejjebb hozni, már a földhöz közelebb hozni, abból a szempontból, hogy senki ne gondolja, hogy itt valamilyen folyamatosan énreflexív műveletekről van szó, hanem hát ez egy nagyon tapintható, nagyon erős faktúrájú, plaszticitású világ, és én javasoltam is neked, de az aztán lemaradt a kötetnek a hátáról, mert fontosnak tartottam, mert az olvasókat valamiképpen az is behívja, hogy itt a 70-es, 80-as éveknek az a széles értelemben vett magyar enteriőri, amiben éltünk, az olyan módon
nagyon nem, hogy elevenedik meg, mert ez egy elstrapált fordulat talán, hanem teremtődik újra, ami a maga szűkszavúságával, amire utaltál, tehát, hogy itt elvetted, levettél minden girlandot és minden barokkot a dologból, tehát, hogy a maga szűkszavúságában nagyon-nagyon erősen. Tehát azt hiszem, hogy ilyen szempontból van egy olyan világ, amiben csomóan hazatalálhatunk, és aztán azon belül pedig azok a történetek, amiket elmondasz, hát azok nyilvánvalóan megtalálták a saját egyéni, és hát átélhető, és időnként, sőt, igen gyakran megrázó formájukat. Úgyhogy most így elvettem tőled a szót, de tulajdonképpen ezzel szeretném ajánlani mindenkinek igazán áradó szívvel a Nagy Gabinak az Üvegház című könyvét, amit a Palatinusnál lehet beszerezni, és gondolom, hogy dedikálni is fogsz ezt, meg majd a program füzetekből ki lehet silabizálni. Köszönjük szépen a figyelmet, ez a Nagy Színpadon ez volt az utolsó beszélgetés ma, holnap folytatódik más szereplőkkel. Köszönjük, hogy itt voltak, mindenkinek további jó napot és szép estét kívánok!